napot kívánok! Hát jó napot kívánok! Szervusz, már csak nem. Szia! Igen, jó nagyon. Jó napot! Azt hiszem, nagyon jókor jöttem! Annyira gyönyörű azért itt Szentesen ez a kurca. Szerencsések is vagyunk egyébként. Ugye, hogy megy végig itt azért akár merre, itt vizet találunk. Mi lesz ez már? Egy sporthorgásznak ezt tudni kell. Arról, ahogy mozog, nem? Ponty. Ponty? Ennyi volt. Elment? Elment. Ez a horgászbot, ez valami egészen különleges. Először azt hittem, hogy teleszkópos bot, de nem az. Nem, ez tagonként van, és karbonból készül, és ebben gumi van. Gumi? Igen. Jé. És ez fárasztja alatt. Azt, ahogy nyúlik! És eddig volt kapás egyébként? Igazából most nagyon meleg van, de azért ugye mi is kedveskedünk ám alatnak, mint a gasztroangyal. Tehát kedvében járunk. Mit főztetek nekik? Egyébként ez titkos fűszerkeverék. Nagyon jó, édeskés illata van. Biztos azért megy rá a pont. Na, séf úr. Tökéletes. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Én is szeretek horgászni, de akkor sem láttam még ilyet, úgyhogy nagy öröm volt. Köszönöm Minden szépen. Minden jót, szervusztok. Szervusztok. Hát halunk nincs, de valamit azért mutass nekem. De mindegyik ilyen szentesi specialitás legyen, jó? Jó. Csináljunk egy balátfülét első nekifutásra. Azt állunk is csinálják. De mi másképp csináljuk. Mi egy élesztős gyúrt zsíros tésztát fogunk készíteni, ez lesz az alap, ezt majd kelesztjük, és jó kis házi főzésű szilvalekvárral fogjuk majd ilyen kis papucs formára. Mondjuk ebben csak az egyezik, hogy nálunk is szilvalekvár van benne, de gyúrt tésztából. Gyúrt tészta, igen. Én dagasztak, így vagy van. Te dagasztasz? Kőpapírolló, ismered? Ismerem, igen. Kőpapírolló. Még egyszer. Kőpapírolló. Kő, mert kicsorbul az olló. Na, lényeg, hogy kezdjük el. Te dolgozol. És akkor ebbe fogunk egy kis kovászt csinálni. Igen, ez még nagymamától van. Ez nagymamától jött. Gyerekkorom nagy részét tanyán töltöttem, és a nagymama szoknyája, köténye volt az, ami alapvetően meghatározta az akkori életemet, hiszen már akkor is vonzott, hogy főzzünk, süssünk. Merünk bele, ezt mondja, hogy egy ilyen fél kanálnyi cukrot a legfontosabb, a ami szintén lett szíves jó kis puha zsírrá válni. Jön az élesztő. Élesztő. Most egy 4 kanál tejfölt hozunk hozzá. Jön a 2 tojás. És ebből egy ilyen aránylag masszív, zsíros kell tésztát fogunk. Tehát egy jól nyújtható tésztát. Jól nyújtható tésztát. Letesszük, hogy kelljen, és azt követően fogjuk nyújtani, formázni. Ilyen utána a következő. Ja, még valamit csinálunk? Most csináljuk azt a csodálatos grízt. Ez a grízfánk. Ez is a nagymama receptje? Ez is a nagymama receptje, igen. Ezt is úgy fogjuk elkészíteni. Egy kicsit persze módosítunk. Mert hogy ezt nem szerettem? Azt én nem szerettem. De így, ahogy most készíted, így szeretem. Így szeretem, mert így nem lesz zsíros, így nagyon kellemes, jó. Na, jól akkor mondjuk lesz a receptet. Mi az, ami eddig elkészült? Fél liter tejbe elkészítettük magát az edénybe a tejet, fölforraltuk és hozzáadtunk 20 dek a grízt. Mikor kihűlt, só, cukor belekerült, akkor mitől lett ilyen sárga?
attól, hogy már egy tojást hozzákevertem. Egész tojást? Egy egész tojást, és akkor hozzákeverjük most a másik tojást, egész az tojást. Egész tojást. De ezt már hidegen természetesen, ezt mert megfogná a forró. Így van, teljesen hidegen, pont az, azért kell ezt így csinálni, hogy a sütés során a zsírt ne vegye föl. Uh-huh. Na most valószínű a nagymama azért nem rakott bele tojást, mert tudod, a tojás nagy érték volt. Hogyne. Most jön az a következő folyamat, hogy nyújtódeszka, igen, arra kifogjuk ezt a tésztát helyezni, meglisztezzük. Kinyújtjuk körülbelül egy olyan fél únyi vastagra. És itt ez a nagymamától örökölt muzeális értékű. Nagymama már nincs sajnos, de van nekem még egy anyósom, aki ezeket a recepteket remekül tudja. Tegnap is megkérdeztük tőle, hogy mama ezt hogy csinálták régen. Hát ő elmondta azt a receptet, amit én mondtam, hogy nem szeretek, mert kanállal szaggatták tojás nélkül, és hát az nagyon bevette a zsírt. Igen, és abból egy-kettőt megevett az ember, és nagyon jó volt, és nagyon elég. Na ez másfajta. Tojásba fogjuk belemártani, és úgy sütjük meg. De szép tálad van. Bizony. Ez gyönyörű. Ez a igen komoly gasztronómiai élményhez, mint ezt a grízfánkot majd kóstoljuk. Nagyon hát, pikért vagy a grízfánkkal. Nyilván, hogy dukál valamilyen autentikus, mintás kis tálacska. Hát, kész vagyok tőled. Fogadjunk, hogy nagyon finom. Isteni lesz szerintem. Kész. Úgy gondolom, hogy ilyet nem ettetek mostanában. Én nem biztatlak, hogy kóstold meg. Nagyon finom, nem értelek. Ha már ennyire dicséred, és azt mondod, hogy ez jó, ez akkor, nem jó, hanem nagyon jó. Akkor egy ilyen, ilyen lekvárral én is most próbálom. Sárga ringlóval jobb. Jó, tényleg jó. Na ugye, hogy jó? No. Sütünk ilyet legközelebb is. Nagyon jó, na ugye. Nézzük meg, hogy megkelte akkor közben a barátfüle. Ó, tökéletes. Kinyújtjuk. Ha ügyesek vagyunk, akkor szép, szögletesre. Hol vagyunk készülve erre a feladatra? Úristen! És van egy ilyen technikánk. Ilyen nekem is kell. És ezzel biztos, hogy egyforma lesz mindegyik. Utána jön a következő rész. És ebből a szilva lekvárból, így srégan, akkor belerakjuk ide. Igenis, főnök úr. És ha ez így megvan, aztán majd szépen össze fogjuk illeszteni a két ellenkező sarkát. És így belerakjuk a tarsébe. Jaj, ez a szilvás papucs! Most már tudom. És ezt hívjátok ti itt barátfülének? Nálunk itt erre ez a barátfüle. Aha. Miután megkelt, megkenjük a tetejét tojással, és kisütjük olyan 160-170 fokos sütőbe. Szép pirosra. És közben azért még van egy recept, amivel készültem. Ez is szenteshez köthető, de már nem sütemény, ez egy egytál étel lesz, egy galambhúsos tarhonya. Nagyon jó, és szuper, ez fog elkészülni. Akkor visszajövök. És addigra kisül a barátfüle is, mert én úgy gondolom, hogy azért még ennek is van egy kis idő, hogy elkészüljön.
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Borbás Marcsi vagyok. Kovács Ivánné vagyok. Vörös szilvája van? Nem. Ez egy különleges gyümölcs, úgy hívják, hogy véralma. Alma? Igen. Hát ez gyönyörű, és ez ehető? Igen. Beleharapok, és ilyen húsa. Olyan a húsa? És mit készít belőle? Vagy ezt így eszik? Most éppen ecetet fogok készíteni. Hú, de jó. És az ecete is piros lesz? Igen. Na és akkor az már az ecet. Ez egy hetes almaecet készítmény, tehát ez már for, pláne ilyen nagy melegekbe. Naponta többször meg kell kavarni, hogy az alma lekerüljön az aljára. Isteni illata van. De már most milyen jó illata van. Igen, és ez az úgynevezett zajos forrás, ezt lehet is hallani füllel, hogy pezseg. Ez egy fázisa az almaecet készítésnek. És mennyi idő alatt készül el? Sokára. Több hónap kell neki. És akkor ilyen lesz, mikor letisztul. Igen, így van. Ez az olyan, mint a rozébor. Hány százalékos lehet, azt tudom? Nem tudom, sosem mértem be. Szerintem olyan 8 körül lehet. Igen, akkor azért óvatosan. Minden olyan helyre használom, ahova citromot is használnék. Illatoljuk, mint a pálinkát. De mert olyan finom illata van. Hát azt hiszem, életem egyik legfinomabb ecete. Tele van ízzel. Így van. Nincs ez 8%. Nincs annyi. Mm-hmm. 5-6. Akkor a körül lehet. Az a legjobb. Uh-huh. És itt be is áll egyensúlyba. Be is áll. Uh-huh. Az ecet mindig dolgozik. Tehát ez egy élő anyag tulajdonképpen. Ha nem dugaszoljuk le nagyon, levegő éri, akkor újra képződik egy ecet ágy rajta. Uh-huh. És akkor mi, az nem annál, azt jelenti, hogy megromlik. Nem azt jelenti, hanem annál erősebb lesz. Mindig erősebb. Mindig erősebb. Tehát a maradék erősebb. Cukor még tovább erjed, és van. Az még ecet így lesz. Van. Igen, ecet sav alakul. Uh-huh. És az alkohol alakul át. Azt hagyjuk tovább az oxigénnel, mert hogyha egy bizonyos fokán lefolytjuk, elzárjuk az oxigéntől, akkor megmarad bornak. Uh-huh. De mi hagyjuk, sőt levegőztetjük, hogy ecetbaktériumok fejlődjenek ki. A fehér alma ecettel szemben az az előnye még megvan, hogy ebben a flavonoidok benne vannak. A véralmából kioldódik a festékanyag, és már ezen is látszik, hogy a lé kezd pirosodni, a alma pedig halványodik, fakul. Mennyi kell egy ilyen 5 literes üveghez? Egy harmadáig kell, hogy tegyük. Csak így apró darabokra vágjuk. Mindenestől. Mindenestől, ahogy van. Ezek lekvárok? Ezek lekvárok. A nagyobb edényben pedig befőtt van, mi úgy mondjuk befőtt kompót, amiből én télen szoktam gyümölcssalátát is keverni. Mindig egy kicsit meg szoktam bolondítani. Szinte minden eltevésem más ízű, mert hol egy kis rumot teszek hozzá, hol egy kis vaníliát, hol egy kis citromfüvet, tehát mindig olyat, akkor hol egy kis fahéjat, szekvőszeget. De nincs kimondottan kiforrott receptem, ami ahogy hangulatom jön. Van, ez is egy alkotás, egy kreatív dolog. Na, addig még egy dologkodok. Na és akkor ilyenkor csak cukrot rakunk rá? Beleteszünk 35 dek a cukrot ebbe az 5 literes üvegbe. És akkor utána fölöntjük vízzel. Körülbelül idáig öntjük föl, mert majd kell neki a hely habképződéshez. Ezt naponta többször föl kell kavarni addig, amíg a cukor teljesen föl nem oldódik benne. Tehát egy kicsit olyan munkás dolog ez. Hát nem. Törődni kell. Néha megesimogatni. Ápolgatni kell, igen. Szeretgetni kell. És akkor és milyen akkor tulajdonképpen meleg helyen vagy hideg helyen kell hagyni? Hát vagy? Meleg helyen jó. Teszünk bele egy De kis... napsütés ne érje. Napsütés ne érje. Teszünk bele egy kis citromfüvet. És akkor ez még plusz ad hozzá egy kis aromát, de amúgy is nagyon jó illata van ennek a véralmának.
nem dugaszoljuk le, csak lefedjük, hogy muslincák legyek, ne menjenek bele, viszont a levegő járhassa. Az pedig egy savanyúság, ezt negyedeltem, mert ugye kisebb az üveg, és ebben nem fért volna csak 4-5. Fú, de finom. Ez a sógornőmnek a receptje, ez, hát ez óriási. Savanyúság felöntőlé. Turma van benne, meg babérlevél. Annyi van még benne, hogy egy kis kömény és babérlevél is van benne, és tormákat szurkálunk közé. Készítettem ide egy pár könyvet, amelyikben régi receptek vannak. Nagyon érdekes. Ez is a gyűjtemény része? A gyűjtemény része. De aztán része. A gyűjteményt is meg a kell mutatnia. A gyűjteményt is megnézzük. Azok azok? Igen. A Magyar Nők Országos Tanácsa és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa hirdetett egy pályázatot annak idején nagymamáknak, hogy a régi elfeledett recepteket gyűjtsék össze. És mit ad Isten, kettőt találtam Szentesről is. Igen? Méghozzá egy nagyon érdekes recept, Szerencsi cukorgyár Szentesi gyáregységének a Kafka Margit szocialista brigádja küldte be annak idején, és ez egy ínyenc tekercs. Ínyenc tekercs. Igen. Nincs benne véletlenül a galambhúsos tarhonya is. A következő könyvjelzőnél ott van. Szárnyas húsos tarhonya úgy van így benne. Van, és Molnár Istvánné Szentesről küldte na, be. Na, tessék! És főzi, Pirike? Én nem, nekem nem. Nincsenek azt... galambjaim, de hát kisebb csirkével is persze meg lehet csinálni. Na, tessék! És ez milyen szép ez a könyvjelző. Van a gyűjteményemben is jó pár dolog. Van egy kis szobarészlet, ahol csak a mi általunk, férjem által készített és általam kifestett. Tehát a férje készíti a bútor, Pirike kifesti. Így van. Na hát ez egy tökéletes kapcsolat. Így van. Tökéletes. Csoda illat van. Már egy ideje dolgozol ezen, hogy már így állsz. 4:20-kor keltem. És van egy mondás, amit én találtam ki, hogy ki korán kell, munkát lel. Tehát ez mennyi paradicsom volt, amit lefőztél most? Hát a két üsbe körülbelül egy mása paradicsom van. Egy mása. Fűszernövényekkel, bazsalikommal, zellerrel. Aha. Van benne petrezselyem, erdélyi kősó. Annál jobb az íze, minél uh-huh. többféle paradicsom van állt. Legalább 20 paradicsom van. Egy jó kis küvé. Utána majd mutasd már meg ezt a bioültetvényt. Jó, kimegyünk, megnézzük. Mert jó. A sokszínű paradicsomnál nincs szebb a földön. Az az én földi paradicsomom, szoktam mondani. Tehát én minden pont dolgozom a földi paradicsomban. Lepaszírozzuk, utána elmetünk a biokertbe. Addig visszaforr egy picit. Igen, föl kell forralni, és majd forró állapotba kell a forró üvegbe bele tölteni és ledugózni. Uh-huh. Utána még dunsztolom 3-4 napig. Alig maradt valami belőle, és az mi lesz, komposzt? Ez igen, megy vissza a biokertbe, uh-huh. komposztálom. Ez a biokertem, ők az én paradicsom gyerekeim. Önnek a kertem, én vagyok a szülője, a gondviselője, és ez ott egy gyerek. A biokertész nem használ műtrágyákat, nem használ mérgeket, egészben látja a világot, hogy itt van a atmoszféra, a litoszféra, a bioszféra, a hidroszféra, ezek egymásra kommunikáló rendszerek. Tehát ha mind békén adjuk, akkor valami élni fog, és csak az élőből lesz élő. Tehát a biokertész egészben gondolkozik, és próbál mindent visszaforgatni, nem hagy nyomot a természetben. Gyönyörűek ezek a paradicsomok. Itt egy kis fekete. És ide, jaj, köszönöm aranyos, szépen. Fekete gyerek. 1875 telén érkezett ide 4 bolgár ember, katonaszökevények voltak, és egészen Szegvár, Szentes mellett egy kis falu, egészen eddig sétáltak el. Hoztak magukkal betűmagot a zsebükben, itt a Károlyi gróftól kértek földet felesbe gazdálkodni, és ők hoztak először paradicsommagot, és kezdtek el termelni paradicsomot. Hm. 1876-ban próbáltak eladni helyieknek a paradicsomot, és nem ismerték itt a környékben. Akkor az volt az első? Igen, és mindenki nézte, hogy mi ez a piros, ami kerek, és nem ették meg.
Hát bizalmatlanok voltak az emberek, hiába ették előttük a bolgárok, nem ették meg, mert ez gyanús volt nekik, hogy piros kerek, ez biztos mérgező lesz. Képzeld el, ezt hogy ették volna meg igen, a kis paketét. Igen, hát sehogy. Igazából minden kuncsaftomat ismerem, tudják, hogy hol gazdálkodom, tudják, hogy mit képviselek. Egy kis közösségen belül csak a bizalom alapján lehet, és a bizalmuk meg az én hitem alapul, hogy én hiszek abban, hogy jót képviselek itt. Egy aranyos kis cirmókás. Cirmókás? Tényleg? Csíkos. Ez egy olasz fajta. Még van egy olyan, hozok ide neked. Amiből... De mit is mondta, hányféle van? 44 féle paradicsom van, mindenféle sárga. És akkor mindig szedsz magot? Mert vagy ezek nem hibridek? Van hibrid is közte, meg van konstans, amiből szedek magot. Uh-huh. Vannak magbőrzék, ott lehet cserélni, uh-huh. És akkor így bővül minden évben. Meg van olyan fajta, amit már elhagyok, mert nem jó, vagy annyira érzékeny. Meg hogy minden év más. Ezért kell sok lábon állni biokertésznek, mert nem lehet tudni, mi lesz jövőre. Hát igen, a nagyanyám is, mikor volt szilva, vagy barack termés, akkor nagyon sok lekvárt főzött, és mindig kérdeztem, hogy minek főzünk ennyit, és azért azt mondta, hogy mert csak minden ötödik évben van átlagosan nagy termés. Igen. Ez így van mindennel. Igen. Gyere, nézzük már meg, amit összekészítettetek a fajta választékot, jó? Jó, kóstoljál, vagy kóstolunk majd, mutatok egy-két érdekes fajtát neked. Például egy csoda, mert gyerekkoromban láttam utoljára, anyukám paprika paradicsomnak hívta. Igen, az is a neve. De tényleg nem láttam 40 éve ilyet. A konyhakertek megszűntek szépen, lassan megszűntek évek alatt, és most újra osztogatom a magokat a környéken, hogy használják. Ó, milyen gyönyörű. Mind költemény belőle. Jól emlékszem, anyukám túrókrémet töltött bele. Ezt kivette, és nagyon jól tölthető. Igen, mert jó vastag a húsa, és jól tölteni. Ez egy olasz szországból származó ökörszív. Igen, ez is nagyon szép. Hát az ökörszívek elég érzékeny fajták. Vékony héjúak. Igen, vékony héjú. De micsoda. Olyan, mint a szív. Milyen húsa van. Nézzük, hogy termeszteni az ökörszívet. Ha meleg van, az a baja. Ha hideg van, az a baja. Ha napsüt, az a baja. Viszont, hogyha jó, akkor nagyon jó. Így van. Igen, de kérek is asszony. És úgy kell szállítani, mint egy Faberzsé. Mennyivel édesebb? Ezért kell sót rakni a paradicsom lébe, mert ha főztem a körszívből, iszonyú édes lett. Tehát, hogy már bántóan édes nagyon, édes volt. Hát azért elviselem. El se hitték, hogy nincs benne cukor sokan. A sárga paradicsom, azok főleg cukorhangsúlyosak. Igen? Még édesebb? Kevesebb a sav bennük. Tehát a paradicsomban is fontos a cukorsav egyensúly, hogy a cukor mellett legyen sav, mert akkor jön ki. Jó a savnak is, meg a cukornak is, meg persze az embernek is, ha ez a harmónia összeáll. Ez nagyon jó fajta, nagyon ez jó szinte ízű, mindenkinek a kedvence. Nagyon kemény a héja. Igen, és belülről gyönyörű. De olyan, mint a szőlőt tennék. Gyönyörű is, de igen. Nagyon finom is. Hú, igen, de igen. Szép. Ez egy költemény. Kéne dűlőszelektált és fajta szelektált. A dűlő az megvan, a dűlő az megvan. Neveket is készítened, mint a borból. És külön évet lenne, igen. 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 Na és a paprikákat miért készítetted? Ezeket a fajtákat termeszted? Van abból 20 féle. A napfelői oldal a paprikának ez édes, itt van a cukor, ez még vegetálisabb. Mert egy piros paprika az már csak édes. Uh-huh. Nincs benne annyi sav, mert hogy már cukor lesz belőle, mint a szőlőbe is. Átalakultak már. És ha ezt megkóstoljuk a paprikát, mondjuk egy ilyen szelettel, ahol van édes meg sav, így a legjobb. És akkor így egy karikát kell mindig. Igen, és benne a savcukor egyensúly, így. Én nagyon szeretem a kápiát, mert hogy nagyon jó ájvárnak. Igen, a sűrű. Igen, meg sült paprika salátának. Ennek is vékonyabb a héja, és mind más ízű. Tehát van 44 féle paradicsomom. Nagyon durván más az íze. És mind más ízű, a paprikában is mind más ízű, ahányfélén van. Na, elpaprikázgattunk, paradicsomozgattunk itt együtt. És a hangulat nem paprikás. Hű,
Na ezzel is megvoltunk. Ez már kezd forni. Figyelj, ez a víz olyan jó illatú, ez gyógyvíz. Ez gyógyvíz, termálvíz. Innen, ez a Szentesi termálvíz. Szomszédból, igen. Itt fúrták az első termálkutat Szentesen. És nálatok a csapból ez jön? Igen, a csapból ez jön. Rakatom? Igen, rakatod, én közben kavarom. Milyen szép sűrű lett. És az üvegeket visszahozzák, vagy hogy működik ez? Vissza is hozzák, én is kapom, két pince gyűjti nekem. A használtat? A használtat, igen, és akkor ugye a körforgásból nem kerül ki. Ó, ez is a bioéletmód része. Igen, nagyon igen, helyes. Igen. Én is egy... Na, ezt elszúrtam. De majd lemosom. Várjál, de meg kell éreznem, hogy mennyi. Igen, igen, igen. Nem olyan egyszerű ezt eltalálni ám. Igen, sok idő kell. Majd reklamálnak a vevőit, hogy az egyikben több van, mint a másikban. Majd mondom, hogy te csináltad, és akkor nem fognak. Bocsánat, de tanulom volt. Azt ígérted, hogyha visszajövünk a kertből, kóstolunk. Ennyi munkabérem legyen. Egy kis kóstoló. Na, hát egészségedre. Egészségünkre. Most valóban, nem? Egy nagy pohár egészség. Igen, hát a tiédre inkább. Idei? Idei, igen, igen, igen. Ebben is van mámor, télen egy ilyet kibontani, az embert így visszarepíti a nyárba. Látja a bárányfelhőket, már a fülébe pacsírt a dallam. Kertünk az nem különösebbképpen a legszebb kert, de az a különlegessége, hogy minden, ami útba esik. A útba esik, igen, már a bejáratnál is, annak biztos, hogy van egy ehető része. Most le fogjuk szedni a koriandert, nagyon mert befőzési jó. Szezon van, és ennek a tányérját vágjuk le, mert mindent kézzel szedünk és kézzel morzsolunk. Összeszámoltad már valahol, hogy hányféle fűszernövényt termesztetek? Hát 100 fajt, 98, közel 100 fajt. Azért az nagyon na de szép. Van csalóka is benne, mert van például kávécserjénk, ami még csak 12 szem kávébabot termeszt. De adott? De adott, hát adni adott. adott, és a borsunk is igen pici még, meg kólanövény. Azt olvastam, hogy te kulturális antropológus vagy. Igen, kulturális antropológia és őstörténetet tanultam. Úgyhogy onnan jönnek a receptek, mert a fűszer receptjeink azok, a keverékünk receptjei azok eredeti receptek, hogy nemzetközi projektekben dolgoztam, és az azt jelenti sokszor, hogy hónapokat együtt élünk, és nem mindig van a projektnek arra pénz, hogy minden világban? Nap. Valahol a világban, igen. És az azt jelenti, hogy kell menni piacra, vásárolni, meg közösen főzni, és igen, és egymást. És miután ez így hobbim lett, akkor már a többiek segítettek nekem. De hát ilyen gyönyörű igen, mesterséget, hivatást miért ad fel az ember? Hát muszájból, mert gyermeket vállaltunk. És nem tudtál utazni. És nem tudok utazni, igen. Nem tudok utazni? Nagyon. Én nagyon sokat utaztam. És akkor ezeket a keveréket is ilyen ősi receptek alapján rakod össze? Igen. Amit vannak? Igen. Hát most már elkezdtem gyűjteni, és elkezdtem azzal foglalkozni mostanában, hogy mi volt a paprika előtt na, a magyar konyhán. Hát nagyon régi szakácskönyveket elsőre, és azt láttam, hogy a magyar konyha nagyon sok színű volt, és ezt a rengeteg fűszert mindet használta. Tehát, hogy ez nem olyan újdonság. Például a gyömbér. Ugye mi termelünk gyömbért, és mindenki rácsodálkozik a gyömbérre, hogy az itt megterem, miközben közben a gyömbér... ez mindenkinek volt. Paprika elődjének mondható. Igen, hát csípős volt, jófűszeres volt. És... figyelj, az első írásban meglévő receptünk, ami magyar nyelven megjelent, ugye az a magyarok címere a töltött káposzta, és abban még gyömbérrel van. Nagyon sok színű a magyar konyha, hát pacsírta a recepteket találtam, a fel sem ismerem a pacsírtát, hogy megfőzzem. Na és mit találták ki a galambhoz nekünk? Hát a galambhoz azt találtam ki, hogy nagyon egyszerű alapfűszereket keverünk össze, vöröshagymát, petrezselymet, zellert és kakukkfüvet. Ez most olyan lesz, mint a kis kaláka, nem?
Igen. Ezt csak így szedjük le róla, igen, a magokat? Igen, ezzel nincs sok dolgunk, a mustármag az már kellemetlenebb, és az nagyon szúrós kis tokban van, ez kellemesebb, és ezt miután így leszedegettük a száráról, tulajdonképpen az többi fűszernövényünk is ugyanígy jön le a száráról, mert nálunk csak a hasznos része kerül bele a keverékekbe. Korianderből elég sokra van szükség, sok keverékünknek. Én nagyon szeretem, de főleg ilyenkor savanyításkor igen. sokan használnak. Én a húsokhoz is nagyon szeretem a koriandert. Úgy. Savanyításhoz ez az ismertem. Igen. Találtunk egy nagyon jó receptet, az nem sajátunk, ami izgalmasabbá teszi egy kicsit a savanyúság fűszereket, és csípős, aki szereti a csípőset, mert hogy gyömbért tartalmaz és csilit, uborka mellé, nagyon klassz. Ezekben mi van itt? Ezekben előkészítettem fűszerkeverékekhez alapanyagokat, savanyúsághoz, szárítottam hagymát, szárítottam gyömbért, mustármunk. Hú, de jó. Jebul. Micsoda illatok, és milyen gyönyörű színe marad. Az pedig szalmagyopár, és mindenhez, amihez körrikeveréket használnánk, ahhoz kiváló ez. Gyönyörűek, nagyon szépek a fűszerek. Valami egészen új, megint egy csoda, amit megtanulunk, mert kevesen készítenek a bodzabogyóból finomságokat. A harmadik év után már lehet szüretelni, és nekem nagy kedvencem, nem csak azért, mert hogy ilyen gyorsan terem, hanem azért is, mert a beltartalmi értéke a bodzának nagyon-nagyon jó. Most egy bodza zselét készítesz. Igen. Ha beleöntöd a bodza levet, ez a lábasba, igen, leszettünk a bodzából egy jó tányit, megmostuk alaposan. Azt a de sűrű! Lebogyóztuk, ez mindig a férjemnek a feladata a bogyózás, mert jobban néz ki, ha az ő keze fekete, mint az enyém. Egy kis vörösbor. Gyerekkoromban mindig mondták, hogy a bogyóját nem szabad megenni. A bodza, amikor még nem teljesen érett, az olyan anyagot tartalmaz, ami hányás hasmenést okoz. A gyereknek ugye nem mondják azt, hogy de csak ami teljesen megvan érve, mint ezek a fürtök, tehát hogy minden bogyó fekete rajta, hogy csak azt szedheted le, gyerekem. Azt mondták, ne nyúj hozzá. Tegyük bele a cukrot, meg a pektin. Az alma pektin? Igen. És akkor egy kis citrom kell. Igen. Bele. A sav. Így van a sav. Úgy gondoltam, Jóskának mezőgazdasági végzettsége is van, de valahogy rám hárult ez a feladat, hogy választam ki, hogy mivel foglalkozunk, hogy a bodza nekem szimpatikus volt. Előbb... Neked mi az eredeti szakmád? Számítógépes folyamatszervező vagyok. Közel áll ez. Igen, igen. De az életmód az közel áll hozzám, mert a nyarakat gyerekkoromban tanyán töltöttem keresztanyámnál, és nekem mindig a szabadságot jelképezte, hogy a tanya, és ez az érzés, ez hiányzik az ember életéből. Igen, és egyébként nagyon sokan így kerültek vissza diplomával, más szakmából, a kézműves élelmiszergyártásba, hogy mert a nagymama, mert a szüleim még, tehát az emlékek most újraélettek. Igen. Ebben hihetetlen mennyiségű színanyag van a bodzában. A bodzabogyóban 7-9000 mg fekete anyag van egy literbe. Az olyan mennyiségű fekete anyag, hogy egyetlen egy gyümölcs sem tudja produkálni. Készítünk kimondottan egy ilyen sűrítményt is, ami nagyon-nagyon finom, de az egészség megőrzés cél. Tehát egy kanál reggel. Igen, így van reggel belőle. Te ezt mióta eszed? Kell a recept. Szerintem ez teljesen fölfordul. Ó, igen, szólnom kell Jóskának, mert a kupakolást ő végzi. Jó. Gyere, légy szíves. Ugye nem használunk tartósítószert, nem tettünk bele. Nagyon fontos ez, hogy hogyan van lezárva. Hú, de milyen színe van. Ez korom fekete. Egy nagyon pici csöppencs nekem ide, hagyj kóstoljam meg, de tényleg pici. De nagyon köszönöm. Forró. Megfújom.
A vadételekhez én kimondottan ajánlom a fogyasztását. Jó ez a kalácsra is, majas kalácsra is. Mehetünk. És akkor most néhány száz milligram fekete anyagot magadba. Hát ez nem akárhogy néz ki ez az asztal. Gyönyörűségek. Ezeket is ti készítettétek? Nem. Nagyon sok kollégával találkozunk ugye a rendezvények, vásárok alkalmával, és de köztünk finom. Nagyban megy a bartelezés. És a kenyerek, kalács, az is látszik, hogy ilyen házi. Igen, azokat én szoktam jó, készíteni. Jó, elég jól néznek ki. Majd vidd el ajándékbe ezt a vörösborosat, és kóstold meg, amit készítettünk. Nem ellenkezel. Nem ellenkezel? Köszönöm szépen. Akkor a sajthoz kóstold meg a lekvárt. Ez a bodzalekvár. Ez a bodzalekvár. Ugye, ami bogyós. Igen, mert a héj és a benne lévő mag is értékes olajokat és vitaminokat tartalmaz. És ez? Ezt a bodzavirágból készítjük ezt a zselét. Ez most egy kövidinkával van készítve, de ugye a bodzavirág muskotályos ízű, ezért aztán olyan, teljesen igen átveszi. Igen. Hú, nagyon jó. Követjük a növényeknek a virágzását, az érését, ezért aztán márciustól október végéig, amit csak tudunk, elkészítünk. Ezért van pitypank, szörpünk, tehát amit mindenit megtalálunk itt a tanyán, sőt, még ennél több mindent tudnék készíteni, ha lenne rá időm, hogy készítsek. Látom, hogy van baracklekvárotok, meg még nem kóstoltuk meg a padlizsánt krémet. Jaj, a padlizsánt kóstold meg, légy szíves. Ugye ahány ház annyi szokás, mindenki másképp készíti a padlizsánt. Mi a sparheton sötjük, és teszünk bele hagymát, fokhagymát, fűszereket, nagyon jó. Olajat. De ahogy... az első zselékészítésnél éreztem, hogy nagyon jó ízlésed van. Köszönöm. Tehát, hogy azért az nagyon fontos, akkor lesz valaki sikeres, hogyha az ő ízlése minél több ember ízlésével passzol. Igen, igen, hogy megfelel. Igen, és az tiéd nagyon jó. Alig várjuk már, télen tervezgetjük, hogy milyen időpontban, vajon mikor tudjuk majd elkezdeni készíteni, meg tehát aki egyszer már fosztott orgona virágot, vagy a rózsába, belenyúl a rózsaszíromba, aki érzi ezt az érzést, az többet nem gondolnám, ezen, hogy mással szeretne nagyon foglalkozni, tehát én nagyon szeretem csinálni, nagyon. Meg aztán, hogyha elvégeztétek a munkát, akkor leülhettek, és akkor élvezhetitek egy picit a gyümölcsét, hogy itt ez a tanya. Gyönyörű naplementéink vannak szinte mindig, és tehát az pótolja a sok-sok óra munkát, amit itt elvégzünk. Na, szia! Ó, szia, Marcsika! Na, hogy állsz? Hát, nagyon igyekszem. Már jöttök segíteni. Nézd, meghoztam galambhoz összerakott a dorka fűszerkertbe, direkt galambhoz egy fűszerkeveréket. Ugye, milyen ezt jó. Használjuk. Na, ez szuper, tessék. Tulajdonképpen az eredeti receptben nincs, de nem ezzel baj. Megbolondítjuk. Hú, de fogjuk átírni a történetet. Gyönyörű galambhús. Hagymát lepirítjuk, sertészsíron, így igen. Van. És akkor azt miután jól megdinszteltük, rá fogjuk tenni a húsét. Aztán adunk hozzá a burgonyát, a horgonyát. Én azt gondolom, hogy lassan jöhet a hús. Kész. Belerakjuk a belsőséget is.
és miután megpirult, hogy a fűszereket azért ne égessük, utána jönnek ez, amit te hoztál, fűszer is, meg a hagyományos igen, is. Igen, ebben van hagyma, petrezselyem, zeller és kakukkfű. Ez ott a zeller fenomenális is. Lesz, mert van petrezselyem, zeller élőben is. Hát a kakukkfűvet a mezőn is valószínű a galamb összecsipkedte magának. Igen, tanyákon, meg hát a gazdaudvarokban azért volt jó, meg volt sok galamb, mert a baromfikkal együtt fölnevelődött. Igen. Milyen gyönyörűség volt egyébként. Ültek a tetőn végig a galambok, turbékoltak. És egy hangulata volt ennek, hogy sok galamb együtt, és például este milyen olyan nagyon volt. Jó volt hallgatni ezt a tücsök zenével együtt. Igen. Szerintem kezd jó lenni, kezd nem? jó lenni, teszünk rá paprikát. Megkeverjük. Kicsit félrehúzom. Félrehúzzuk. És felengedjük. Egy kis bors jön bele, ezt az én nagymamám nem nagyon szerette, mert nem kell az bele. Nem kell az bele, egy pici kis kömény, nem sok, egy kis intenzív íz miatt az őrölt kömény. És akkor jön most ez, amit te hoztál. Dorka fűszere, ebből is teszünk bele. Megfőd? Igen, most már kész vagyunk a galambbal. Oda néz, milyen jól néz ki. De finom. Én remélem, kitálalsz egy szép adagot? Egy szép adagot kitálalok, és azt... És ez milyen szép lett. No, hát az is gyönyörűen megsült. Szentesi barát füle. Lehet, hogy egy kicsit csípős az lesz. Jó. Majd látjuk, Szentes hogy hogy szeretik. Szentesiek is bírják a csípőset, nem? Igen. Nézzük. Először a szaftját. Épp ideje, hogy megkóstoljuk. Hát ez egy brutálisan jó recept. Viszem a nyomát. Azért én nagyon el vagytok ütkényeztetve, Szentes, Csongrád, ez a környék, vizekkel, hagyatékkal, értékekkel, nekünk, ennivalóval. Nekünk ez nagy szerencsénk, hogy egyszerű alapanyagokból, de a környékből szinte minden megterem, ami, ami szükséges ahhoz a magyar konyhához, amit én is képviselek még. És azt is hozzátok az étterembe, amit csak tudtok innen. Amit csak tudunk, az mind innen. Már az almáktól, amit hoztál, attól is elájulok. Ezek milyen almák, Erika? Hát ez fontos alma. Fontos, igen. Nem azért... fontos, hanem a súly fontos. A súly fontos, igen, azért ilyen szépek. Hát ez már egy kicsit napsütötte meg, de nem már baj. Tároltam, hogy de pont ez a filozófiád lényege, igen. Hogy nem hagyunk veszni semmit. Így van. Ez is egy nyári alma? Igen, ez mind nyári alma. Ez mind? Ez mind nyári alma. Ez úristen. Most frissen szedtem tegnap. Ez a csíkos mi? Azt itt Csongrádon budai csíkosnak mondják. Budai csíkos? Ebből is szeretnék. Úgyhogy... Gyönyörű, az, és ez is nagyon gusztusos. Ez egy kis nyári piros alma. Egy gyümölcssajtot készítünk most, ugye? Igen. Melyiket úgy, pucoljuk akkor? Ami most, jön? Most szerintem vegyesen csináljuk. Jó, oké. Okay. Hámozni nem szoktam. Mert a pektin ott van a hét. A pektin ott van benne. Itt vannak a sajtjaid. De finom. A
az a jó, legjobb benne, hogy nem túl édes. És ez is nagy ötlet, Erika, hogy ilyen kis snackekre lehet várni, hogy nem az a nagy vastag. Nagyon tetszik. Mikor fölteszem főni az almasajtot, akkor ugye pici vizet teszek alá, meg levet enged, és akkor túl sokáig kellene nekem főzni, hogy besűrűsödjön, és ezért a levét így külön hasznosítom még. Vagy leszedem plusz levét. A plusz levét, és akkor vagy almazselét készítek, vagy szőrpalapot belőle. Meg is akartam kóstolni ezt a fontos almát. Milyen illatos. És igen. Hát ez az, hogyha régi fajtákat kóstol az ember, egészen más egészen, az íze. Egészen más. Ez is nagyon finom. Ezre mit mondtál, milyen alma? Egy kis nyári piros szamerre mondják ki. Hát illatos. Meg milyen jó az állaga, nem? Igen. Ennek... Leves, harsogós, igen. Triss, nagyon finom. Budai? Budai csíkosnak mondják itt felénk. Budai csíkos. Teljesen más íze van ennek is. Kicsi víz. És akkor hagyjuk. De épp, hogy egy pici, hogy ne égjen le az elején. Csak azért, igen, csak azért, mert utána úgyis engedi már az alma. És akkor ennek puhára kell főnie. Na közben letakarítom ezt a gyönyörű deszkát, mert olyan büszke vagyok rá. Teljesen más érzés ezen dolgozni. Ez a kedves nézőnk mindig hoz nekünk tőkéket, gyönyörű deszkákat, mindent, hogy szépen tudjunk dolgozni adásban is. Sorolt föl, mi mindent készítettek ezekből? Sorban jön az almának a felhasználás, ugye a legelső a pálinka, akkor utána van az almaecet, utána van a sajt, a lekvár és a szörp. Meg hát a és ez meg a süteménybe, amit beletenni, mindenhová, kompótba, leveseknek. És akkor jársz piacozni? Igen. Legtöbbször végül is szentesen a gasztropiacon szoktam lenni, és oda szoktam menni. Nagyon ott. Jó, hogy már van mindenhol ilyen jó piac, ahol egyrészt ugye meg tudja venni mindenki az igazi jó élelmiszert, másrészt meg vannak helyek, ahol ti értékesíteni tudjátok. Egy csomó embernek plusz megélhetés. Ez most már szépen esik szét, de hát te mivel előkészültél, ezért most cseréljük ki a lábast. Na, tehát addig főzzük, még nem lesz egy ilyen színe, és egy szitán át kell passzírozni, hogy a héjak maradjanak fönt. Most egy kis bodzát teszünk hozzá. Most egy kicsit bodzát, mert éppen láttam már olyan szépen megért a bodza, és akkor azt készítettem hozzá. Előfőztem, átpasszíroztam, és azt teszek hozzá. Áj, úristen, de gusztusos! Egészségbomba. Most kavarni kell. Sokáig kavarni kell, hogy oda ne sűrjön. Mikor kész? Miből látjuk? Hát mikor már tényleg abból, amit a nagymamám is mondott, hogy megáll a fakanál benne, és látod a lábas alját. Kóstolok még egyet. Szóval ez jobb, mint a gumicukor? Szerintem is. Nem adalékanyagokat eszik a gyerek? Hanem egy tömény egészséget, minimális cukorral. Én előttem ne nyissál ki egy zacskót. Mert így jár. Igen. Aha, most már jó kemény. Jaj, köszönöm. Már kezd elég jó kemény lenni. Ez még lekvár is óriási, így ahogy igen, van. Igen. Hogyha nem főzöm, ha nem szárítjuk ki, nem főzzük tovább. Ha nem főzöm tovább, akkor ez így már lekvárként tökéletes. Ezt már annyira vártam, hogy kihozhassam. Hát ilyen gyönyörű, tehát ilyen sötét keményre kell megfőzni.
Mennyi idő alatt szárad egyébként? Úgy, hogy be tudjam csomagolni, úgy ahhoz kell egy hét, másfél hét. Ez a lényeg, hogy szorgalmasnak kell lenni. Igen. Igen, mert különben akkor van minden. Akkor van minden, tényleg. Sok mindent. Őseink is, nagymamáink is mindent kitaláltak. Nekünk csak egy kicsit tovább kell folytatni. Így van. Meg lehet a mai ízlésnek meg megfelelően variálni, igen, mint a fej is. Így van. Azért ez az ország egyik nagy kuriózuma, ahol vagyunk, nem? Hogy Csongrádon, igen, egy modern városban, itt van egy ilyen élő skanzen. Hát nem is tudom, hány, igen, házból áll, rengetegből. És hogy nincs kivétel, mindegyik tökéletesen megvan. Igen. Itt minden annyira jó, annyira autentikus. És hát a másik nagy értéke, hogy itt a kőrostorokban van mindez. Igen. A természet itt mindenben egybejátszik, nem? Ahogy itt a torkolat, ez a pövenyes, gyönyörű park, csodálatos turisztikai hely. Igen. Most már értem, hogy miért ilyen kis gasztronómiai központ itt Kakucson ez a ház. Megy egy körtagokárta, jó? Így! Dehogy megyek! Ki. Nagyon durva, ami itt van az asztalon. Ez felső kategória. Zimmert Krofnit. Majd belejövök, de ez még nem most van.